Ez egy olyan videó, amit már jó régóta meg akartam csinálni, és azt se tudom, hogy kezdjem tényleg. De nem írtam szkriptet, hogy hogy beszéljek, nem csináltam semmit, csak leszúrtam a kamerát, és őszintén fog beszélni. Hát az az igazság, hogy már egy jó ideje utálok vegán lenni. És amit még jobban utálok, az az ilyen kezdetű intrók! Ne haragudjatok, bocsánat, muszáj volt egy ilyet egyszer kipróbálnom. Én nem vagyok az a clickbait bajnok, nem is leszek, nem is akarok az lenni én tényleg, de kérlek, írjátok meg, ha ezt bevettétek, mert nagyon rossz színésznek vallom magam. Na, jó, nem. Igazából a videó témája tényleg hasonló ehhez, tehát nem az van, hogy az egész címet csak úgy kitaláltam. Arról szeretnék beszélni, hogy mik azok a dolgok a vegánságban, amit nem annyira szeretek. Természetesen nekem ez volt az életem egyik legjobb döntése, egyáltalán nem bántam meg, soha nem is fog. Tényleg mindennek vannak negatívumai, ezt be kell ismerni, és gondoltam, most erről is szeretnék nektek beszélni, mert azért mégsem minden szivárvány és boldogság, és hát igen, kérlek ne haragudjatok meg a clickbait miatt, tényleg nagyon-nagyon sajnálom meg a kis színészi alakításom miatt. Hogyha miután ezeket elmondtam, ezeket a dolgokat, rájöttek, hogy nem is magával a vegánsággal vannak ezek a dolgok, hanem egy nem vegán társadalomban vegánként éléssel vannak inkább problémáim. Az első az a hol együnk kérdés. Barátokkal, családdal, fú, ilyen randin, meg ének az még rosszabb tényleg. Az, hogy én mindenhol feltalálom magam, és szerintem mindenhol tudok magamnak ételt találni, de azért akkor is, ha tudják, hogy vegán vagyok, akkor kérdezik, hogy te akkor most hol szeretnél lenni, hol? És én nem szeretnék probléma lenni. Nyilván, de azért vannak olyan helyek, ahol tényleg azért nagyon-nagyon-nagyon kevés opció van, és az nyilván egyszer-egyszer oké, de mondjuk mindig oda menni, azt azért nem lehet. Szóval tényleg egy ilyen randi, és a fiú, te tényleg vegán vagy, de akkor mit eszel? Most akkor hova menjünk enni? És így az egész csak olyan kínos, és így egy olyan szituáció, amiben most nem akarsz keveredni, egy olyan, amikor valakivel először találkozol, na. Na jó, a második, az egyértelműen a legidegesítőbb, és hát vagy idegesítő, vagy pedig igazából egy jó beszélgetések is kerekedhetnek belőle, de az a kérdések zúdulása, amikor valakinek elmondod. Én új embereknek egyértelműen nem szoktam mondani, csak úgy, max, hogyha szóba kerül, ha valami evés szituáció van, vagy bárhol szóba tud kerülni egyébként, ha valakit ismerek, azért ilyen a második, harmadik találkozásnál már mindenképpen szóba szokott kerülni, mert azért nem lehet elkerülni. De, és akkor jönnek a kérdés bombák, és zúdítják, és zúdítják, és már néha egy kicsit inkább támadás, mint kérdés, mert van, rengetegszer van, hogy az emberek kérdeznek valamit, de nem is érdekli őket a válasz, hanem elkezdik ömleszteni magunkra a dolgot. Nem szeretek új embereket letámadni, és így elkezdeni zúdítani rájuk az információkat, én próbálom minél kedvesebben elmondani, elmagyarázni az én szempontomat, és hát igazából ez a legjobb, amit tehetek, de tényleg vannak agresszív emberek. Szóval tényleg volt egyszer egy ember, aki azt mondta, hogy nem lesznek egészséges gyerekeim, akkor volt, hogy mondták, hogy mit tudom, én nem is tudom, annyi mindent mondtak, tehát tényleg, hát ez van, ezzel az a baj, hogy élni kell, hogyha te vállalod magadról, hogy egy kicsit más vagy, mint az úgymond társadalmi norma, emberek letámadnak. Na ez az, a boltba járás, az nekem úgy néz ki, hogy megyek a sorok között, olvasok kb. Egy percet, végigfutom, megyek tovább, végigfutom, tehát nincs az a szabadságod, hogy csak úgy mész a boltban, jól néz ki ez a mit, amin kekszt, és leszakítod, vagy nem leszakítod, leveszed a polcról. És egyszerűen mindig mindent át kell olvasni, tehát én meg szerintem a többiek is már annyira profik vagyunk az ilyen címkék átolvasásában, mert vannak termékek, ahol ilyen 10 soros a lista, és a legtöbb dolog ki van emelve, de nem minden, ezért erre se lehet teljesen hagyatkozni, és így már így ilyen sasszemmel szúrom ki a szavakat, amik nekem nem jók, tehát már nagyon profi vagyok benne, mégis az a szabadság, hogy csak valamit leveszel, és akkor azt megkóstolod, hogy milyen lehet, vagy hogyha egy új országba mész, és ott meg akarod kóstolni a nemzeti ételeket, mondjuk nekem nincs ilyen, hogy úgy ennék ebből a húsból, csak hogyha mondjuk valami keks, vagy süti, vagy ilyesmi, ami simán lehetne vegán, és értétek, olyanra gondolok, nem olyanra, hogy egy nagy hússzelet, de hogy azokat is így megkóstolni, nincs az a szabadság, hogy bárhol csak megkóstolj valamit. Mindig rá kell kérdezni, utána kell járni, hogy az-e, aztán így szépen visszautasítani. Szóval nekem 2 évig volt ilyen Európai Uniós Ismeretek nevű tantár, na és ott egy ember mindig egy országról tartott egy előadást, és be kellett hozni a nemzeti ételét annak az embernek.
És akkor első évben ugye még nem voltam vegán, akkor még én is ettem, amiket hoztak az emberek, aztán már második évben ugye nem tudtam, és akkor is mondtuk a tanárnak, mindig a barátnőm, hogy mi nem kérünk, és mondtuk, olyan nincs, hogy nem kértek, muszáj megkóstolni, hát dolgozott vele szegény. És akkor mindig elkértük, és így átcsempésztük valaki másnak. Tehát, hogy ezek a dolgok, amik így annyira nem jók, nyilván, hát nyilván, de megéri. Tehát tényleg azért nem lehet, nem halsz bele, senki nem hal bele. Tehát igen, ez az felírtam, még külön, hogy mindig résen kell lenni, de tulajdonképpen most ezt részleteztem az előzőben, tehát igen, mindig résen kell lenni. Van ez a sztereotípia, hogy a vegánok azok ilyen szuperegészséges, ilyen tényleg annyira ilyen tisztán esznek, stb. És tényleg van ez a réteg, csak az a baj, hogy annyira könnyű ugyanúgy egészségtelennek lenni. Tehát a vegán diéta az ugyanolyan, mint egy bármilyen másik diéta, teljesen ugyanolyan könnyű egészségtelenül és egészségesen étkezni. És az az igazság, hogy én bármennyire is próbálok, és annyira imádom, amikor mondjátok, hogy mennyire motiváltak titeket, hogy étkezzetek egészségesebben, és ti ugyanúgy motiváltok engem, mert nekem sem megy mindig ez olyan könnyen, mint amennyire tűnik. Tényleg néha sokkal egyszerűbb egy zacskós leves bedobni, mint egy salátát fölvágni, akkor hozzá, nem tudom, avokádókrémet, és egy kis tofu, és így összedobod, és egy... Tehát tényleg sokkal könnyebb egészségtelenül étkezni, sajnos. És én ezt nem tudtam előtte egyébként. Én amikor vegán lettem, én azt hittem, hogy most már így rá leszek kényszerítve arra, hogy étkezzek egészségesen, ami sajnos nem így lett, de... Hát ugyanolyan, mint a sima étrendeknél. Te döntöd el, hogy mit szeretnél csinálni. Tehát most nekem is fókuszálnom kell kicsit az egészségességre. De igen, ez még egy olyan dolog, így utoljára, hogy az emberek, nem is tudom, kicsit néha, hogy nem az, hogy másként kezelnek. De hogy például tényleg, hogyha ugyanúgy ez a randi példa. Vagy barátokkal. De barátok, az én közeli barátaimmal már nincsen. De mondjuk nem olyan közé barátok, hogy ilyen, nem zavar, hogy most itt ezt a húst megeszem előtted, ugye nem baj, tényleg. És így ezt annyira utálom nekem, ilyenek, ne kérdezzek, miért lenne baj, hát te azt csinálsz, amit te szeretnél, én ebben most nem fogok beleszólni. Hát amúgy is húst tenni, most miért lenne nekem baj, hogyha húst teszel előttem? Tehát én ezt annyira nem szeretem, ha egy kicsit így másként kezelnek az ilyen szituációkban. És hát igen, ez a rosszabbik eset, mert két másként kezés van, amikor itt viccelődnek vele, azt igazából szeretem én azokat a vicceket, mindig viccesnek veszem, akkor így feszengve másként kezelnek, na azt viszont nagyon nem, tényleg, hogyha bárki, nem tudom, ilyeneket ne is kérdezzetek tőlem, mert én nem vagyok az, aki most így elkezd nektek beszólogatni, hogy a húsipar szörnyűségeiről elkezdek mesélni nektek, miközben eszitek a húst, nyilván nem. Tehát szerintem nem ez a módja annak, hogy valaki elkezdjen érdeklődni az életmód felé, ezzel inkább ilyen stigmákat ragasztanak a többi vegánra ezáltal, és szerintem ez egy egyáltalán nem jó dolog, tehát én ezt nem is csinálom, és nem is akarom, hogy mások ezt higgyék, és hát igen. Hát tulajdonképpen ennyi lett volna ez a videó, nem is tudom ez milyen hosszú volt, annyira nem is lett hosszú. Igen, egy kicsit más, de egyébként minden videóm kicsit más, minden videóm után azt mondom, hogy ez a videóm egy kicsit más. És azt találtam ki így a videó végére, ezt már több videósnál is láttam, hogy egy-egy embert, akit látok tényleg Instagramon, vagy itt YouTube-on, vagy bárhol, vagy itt tényleg látom, hogy aktív, és mondjuk belájkol sok képemet, vagy írt egy nagyon kedves kommentet, vagy üzenetet, akit tényleg látom, hogy csinált valamit, annak így bejelentem a nevét a videó végén, és megköszönöm neki az egészet, tehát ezt mostantól fogom elkezdeni, remélem nem fogom elfelejteni, és ebben a videóban Szonya Alulcsik Fekete lesz. Ő belájkolta szerintem szinte az összes Instagram képemet a Veghandori Instámon, lehet, hogy a másikon is, azt most nem néztem. Ha te is szeretnél egy ilyet, kövess be az Instagramjaimon, vagy csak teljesen mindegy, majd fel fogsz tűnni esetleg, akkor majd mondalak. Tulajdonképpen ennyi lett volna ez a videó. Tumblr-ön tudsz kérdezni tőlem, hogyha van valami kérdésed, és hát akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok! Csak leszúrtam a kamerát. Ugye most viccelsz. Ami a szívemben van tulajdonképpen. Most tényleg?